Köszöntöm Önöket, nem véletlenül vagyok ma itt Balatonszentgyörgyön. 1994 egy jelentős dátum, december 11-e még jelentősebb, hiszen azon a napon lépett posztjára Nagy Lajos polgármester. Aztán teltek az évek, 5 ciklus, 20 év. Nem kevés tennivalóval, nem kevés felelősséggel és feladattal. Erről fogunk most beszélgetni, hiszen ma is benne van a közéletben az ő személye alpolgármesterként itt a településen. Köszöntöm Önt, köszönöm, hogy beszélgethetünk egy röpke fél órát. Szeretettel köszöntöm a helyi televízió nézőit. Én azt mondtam az imént, hogy röpke fél órában beszélgetünk, bár 20 év az tényleg akkora idő, hogy nem biztos, hogy ez a fél óra ez elég lesz nekünk, de beszéljünk a kezdetekről. 94, mi volt az az első gondolat, ami arra indítatta Önt, hogy elindul a választásokon? Hát tulajdonképpen az én pályafutásom összeforra a falu életével, hisz már rendszerváltás előtt is én inkább részt vettem a község. Elsősorban közművelődés életében, és 20 évig a kultúrháznál dolgoztam, és különböző ifjúsági szervezeteknek, művészeti csoportoknak voltam a vezetője, és szervezője is, és rendszerváltás utáni első ciklusban képviselőként mérettettem meg magamat, akkor még nem éreztem azt, hogy polgármesterként kellene nekem indulni, és az első ciklus után már kicsit jobban belelátva az új lehetőségekbe, a barátaim, meg egyáltalán a lakosságnak a bizalmát élvezve elindultam a választáson, és hát meg is nyertem mindjárt, sőt azt lehet mondani, csont nélkül. De már elmondott ugye ezt a mindez 5 ciklusnál is, hogy csont nélkül nyertem, tehát nem, meg se szorongottak tulajdonképpen. És ezt a bizalmat érezve magam mögött igyekeztem a munkámat végezni az elmúlt 20 évben. Milyen volt az az első ciklus? Hogy lehetett megfogalmazni? Mik voltak az első tennivalók? Hát mai szemmel nézve már olyan célokat valósított, vagy tűztünk magunk elé, ami már most természetes, sőt, már szinte elfelejtették, és csak nézve itt az első ciklusnak a programját, ilyen, hogy szennyvízelvezetés megszervezése, sportutca járdának a felújítása, elkészítése, utcanyítása, hogy legyen telek a ide költöző fiataloknak, hiszen egyik célunk az volt, hogy Balatonszentgyörgynek a mikrotérségi központi helyzetét megerősíteni, és ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy telkeket mértünk ki. A Sport utcával párhuzamosan a Bodon utcában 80 telket mértünk ki és értékesítettünk a helyieknek kedvezményes áron, de el kell mind, lassan be is épülnek ezek a telkek. És ezzel azt elértük, hogy Balatonszentgyörgynek a lakossága az elmúlt 20 év alatt nem csökkent, tehát 1700 volt ezelőtt 20 éve is, és a mostani létszám is ilyen körül van, és ezt azzal elérni, hogy lehetőséget biztosítottunk a letelepedésekhez, és vonza ide a környékbeli lakosokat a Balatonszentgyörgyi lehetőségek. Én azt nem kérem, hogy számszerű adatot mondjon, de közelvetőlegesen milyen volt akkor a település költségvetése? Volt pénze a falunak? Hát azt meg nem tudom mondani. Hát az, nem akarom ezzel nyilván az elődöket bántani, de annyit tudok, hogy 0 forinttal vettük át. Tehát nem volt pénz a kasszába, hanem az a állami támogatásra tudtunk szorítkozni, illetve helyi bevételekre, ami rendelkezésre állt. Tehát tartalékot nem tudtunk. Itt jegyzem meg egyébként, hogy most, mikor átadtam én, 41 millió forint alatt állt a költségvetés, tehát nem nulláról kell indulni az új polgármester úrnak. Attól függetlenül akkor még nagyobb lehetőségek voltak az iparizis adó bevételénél, hisz sajnos a sok pozitívum mellett volt negatívum is, és pedig az, hogy azért Balatonszentgyörgyön is szűntek meg munkahelyek, és ez az iparizési adónak a bevételeit csökkentette nyilvánvaló, és egyre jobban rászorultunk az állami támogatásra. Gyakorlatilag az első ciklus az az infrastruktúra fejlesztésével, illetve pénzszerzéssel, hiszen a telkeket értékesítették, kezdődött. Ugyanakkor feltételezem én is, gondolom, hogy így is volt, hogy nagyon sokat gondoltak azokra az emberekre, akik rászorultak voltak, a gyerekekre, a diákokra, az ő támogatásukra, hiszen a jövő generációjának támogatása, majd visszavárása egyértelműen fejleszti a település további életét. Ez így igaz. A fiatalok része, mint említettem, így Balatonszentgyörgyön kedvezményesen adtuk a telkeket, hogy tudjanak letelepedni, akár szentgyörgyek, akár a betelepülők. A diákok részére biztosítottuk, még most is biztosítjuk az ingyenes tankönyvet, és
Ezen kívül más egyéb kulturális sport lehetőséget biztosítunk, hogy helyben találják meg a fiatalok azokat a lehetőséget, amit esetleg városban lehetne. Balatonszentgyörgyön azért el lehet mondani, hogy hosszú évekre visszamenő, évtizedekre visszamenőleg nagy hagyományai vannak a kulturális életnek, gazdag kulturális életnek. Egy kisebb városnak a lehetőségeit igyekszünk biztosítani. Miben nyilvánul meg? Hát ez elsősorban különböző szakkörök, a honismereti munkának a támogatása, hisz László Pista bácsi ezzel az idővel kettő könyvet is kiadott, a feldolgozó Balatonszentgyörgynek a múltját. Azon kívül igyekeztünk az egyesületek munkáját támogatni és az egyesületeknek a megalakulását szorgalmazni. Néhány egyesület volt 94-ben, most elmondhatjuk, több mint 10 van, és ők tulajdonképpen ők mozgatják a falut. Ő miattuk van az, hogy minden rendezvényünk sikeres, hisz egyesületek vezetőivel és tagjaival közösen szervezzük a rendezvényeinket, és ezért van az, hogy valamennyi rendezvényünkön elég sokan részt vesznek. De említhetem a kulturális témában a Kisbalaton Táncegyüttest is, hisz az elmúlt 20 évben erősödött meg. Előtte is már szinte fél Európát bejárták, de most is, hála Istennek, a színvonalon dolgoznak, és viszik Balatonszentgyörgy hírnevét az országhatáron túl is. Kutassunk egy kicsit a belső életbe, a hivatal belső életébe. Mennyire volt akkor könnyű dolgozni a testületi tagokkal, hiszen rendszerváltás után nem sokkal voltunk? Hát elmondhatom azt, hogy az öt ciklusban sikerült mindig olyan testülettel együtt dolgozni, tehát nem volt széthúzás a településen. Testületen belül soha nem volt párt villongás, hogy így fejezem ki magam. Ott mindig félre tudtuk tenni a párt szimpátiát, és egyáltalán csak a falunak a dolga érdekelt bennünket. Tehát soha nem volt, azt lehet mondani, hogy úgy mondjam, veszekedés vagy kirívó események. Meg tudtunk beszélni mindig mindent, és itt is szeretném megköszönni valamennyi képviselőtársamnak, akik az elmúlt 20 évben együtt dolgoztak velem, és együtt tudtuk ezeket az eredményeket elérni. Térjünk vissza egy picit az előző beszélgetésünkre, illetve a kérdésem nyitva maradt. Mit tudtak segíteni a rászorultaknak? Milyen formában nyilvánult ez meg? És én itt beleértem az idős embereket is. Hát, akik ismernek, tudják, hogy nekem ez az egyik legfontosabb dolog volt, hogy a szegény embereket segíteni. Tudom, hogy honnan indultam én is, és tudom, hogy mi a szegénység, tehát napjainkban is sajnos egyre több ember szól segítségünkre, és minden alkalommal, tehát főleg iskolakezdéskor jelentkeztek ezek a gyerekeknek a beiskolásánál, segítettük a szülőket, hogy ruhát, cipőt tudjon venni a gyerekeknek. Ezen kívül a tankönyveket, mint említettem, mindig megvásároltuk. A szociális bizottságunk rendszeres kapcsolatot tartott a helyi szegény emberekkel, ismerjük a problémáikat. Én egy külön vívmánynak tartom, azt Balatonszentgyörgyön, talán itt volt, azt másnap is hallottam ezt, hogy a beteg gyerekek, rászoruló gyerekek részére a gyógyszert rendszeresen biztosítottuk, ingyenesen. Ez éves szinten olyan 300-350 ezer forintot jelentett, de viszont a gyerekeknek a gyógyulásában ez felmérhetetlen segítséget jelentett, mert hogyha nem tudják kiváltani gyógyszert a gyereknek, akkor nyilvánvaló, hogy még tovább betegszik, és ki tudja, milyen probléma lehetett volna belőle még. Voltak olyan alkalmak, és én itt egy picit a személyes érzéseibe turkálnék, amikor úgy ment haza, hogy azt mondta, hogy úristen, ezt hogy fogom megoldani, de nagyon gyorsan segíteni kell, mert óriási a probléma. Hát, hogy mondjam, jó stábbal dolgoztam, tehát mindig egy megfelelő stáb vett körül engem, és igyekeztünk úgy lezárni napot, hogy lehet, hogy megoldjuk abban a napban felmerülő problémákat. Természetesen volt, ami nehezebben ment, több napot vett igénybe, de úgy mondjam, mindenkinek, amíg meg nem oldottuk a problémáját, addig nem nyugodtunk. Bárki bármikor jöhetett, úgy nem ment ki tőlem, hogy a problémát ne intéztük volna neki. Akkor, amikor az első ciklus végén
idézőjelben letette a lantot, és megfogalmazódott, hogy indulok a következőben, és mi hajtotta, mi volt az a húzóerő? Hát ott már volt egy kis lendület, ugye, mert láttuk az eredményét a munkáknak, hisz, mint mondom, abban az első ciklusban szennyvíz csatornázás volt, ami most már természetes dolog, de azt tudjuk, hogy milyen nagy jelentőségű volt a falu életében. Közben ugye jöttek az újabb feladatok, és ahogy nőttek ki a házak a Bodor utcában, láttuk annak az értelmét, hogy amit elképzeltünk, azt arra vevő a lakosság, sőt nem csak a helyi lakosság, környékbeli települések lakossága is. Tehát volt motiváció bőven, és volt hozzá megfelelő támogatás is a lakosság részéről is, meg hát a stábom részéről is. Mi volt a második ciklus jelentős feladata? A második ciklusban, ilyen most hirtelen ránézek, szintén a programja, itt a Bodor utcának a közművesítése, tehát az új utcának előtte megvásárolt, az első ciklusban megvásároltuk a területeket, kisebb nagy üzekkel nőkkel ment ez egyébként, utána ebben a ciklusban közművesítettük, itt célul tűztük ki a faluban a közvilágításnak a korszerűsítését, az már azóta kétszer megtörtént, úgyhogy most már tényleg nagyon korszerű világítás van a településen. Batyán pusztán sportpályát építettünk, és hasonló játszótár szinte Batyán pusztán, és előtte megkezdett munkás, készítettük elő az iskola felújítását. Tulajdonképpen az első ciklusban már kitűztük célul, hogy ahhoz, hogy Balaton-Szentgyörgy a körzet mikroközpontja legyen, ezért mindenképpen elsősorban az iskolát kell nekünk olyan helyzetbe hozni, hogy ide vonza a környékbeli településekről a gyerekeket, a szülőket, és vártuk azt a pillanat, amikor majd egy olyan pályázat lesz, hogy ezt meg tudjuk oldani, a terveink nagyjából készen voltak, és amikor eljött az idő, még nem ebben a ciklusban, de már az előkészületet megtettük, akkor később aztán az iskola felújítás is megoldódott. Egy picit előre ment az én kérdésemre, majdnem megadta a választ, de az lenne a kérdésem, mivel hogy valóban mikroközpont a település, mennyire volt könnyű a kezdetektől együtt dolgozni a közigazgatásilag ide tartozó településrészekkel, településekkel? Hát volt, akivel könnyebb volt, akivel nehezebb volt, de általában azért megértettük egymást. Tulajdonképpen négy településről van szó, néhány témában még csatlakozik hozzánk Balatonberény is, bár ő önkormányzatilag keresztülről van kapcsolatban, de viszont illetve a Balaton-Szentgyörgyi közös önkormányzati hivatal is bővült, mert Szegedő és Főnyed ide csatlakozott később hozzánk, tehát most már 6 település van, és iskola vonatkozásában már Szőke-Dencsi települése is megvan, a iskola és óvoda vonatkozásában a kapcsolatunk, ide járnak oda is a gyerekek. És hát igaz, hogy sávolja közvetlen nincsen meg a kapcsolat, de onnan is egy csomó gyerek már ide jár iskolába. Amikor megtudták, hogy elnyerik az iskola felújításhoz szükséges pályázati pénzt, ahhoz azért jelentős önerőre is szükség volt? Hát először is annyit, hogy az iskola felújítás az nem csak az iskola felújításáról szólt, hanem az óvoda felújításáról szólt, az óvodai tornaterő megépítéséről szólt, a teljes berendezésnek kicseréléséről szólt, a technikai feltételeknek biztosításáról, a pedagógusok továbbképzéséről szólt. Csak egy példát mondjak, hogy olyan interaktív táblákkal van szinte minden tanterem felszerelve, 220 laptop van a gyerek részére, nem iskolai használatra nyilván haza nem vihetik, de minden gyereknek van laptopja az iskolában. Ez mindennek a pályázatnak a keretében valósult meg. A kérdésre vonatkozóan 10%-os önrészt kell biztosítanunk, ez 80 millió forintot jelentett Balaton-Szentgyörgy, ez 1 milliárd forintos beruházás volt tulajdonképpen, ha mindent beleszámítunk. Ebből 80 millió forintot kellett Balaton-Szentgyörgynek biztosítani, ezt hitelt vettünk föl, és hát a környékbeli települések is nyilván hozzájárultak a gyerek létszám arányában. Itt most azért meg kell említeni nyilvánvaló, hogy ezt a hitel dolgunkat, ezt az állam megoldotta végig, és már végre eltörölték, tehát ilyen szempontból szerencsénk volt, tehát 0 forintba került az önrész ilyen szempontból. Egy évig törlesztették, úgy már pedig konszolidálták ezt az adósságunkat. És hát aztán teltek az évek, és időközben sok minden megújult, többek között a művelődési központ is. Hát minden évben valamelyik épületünket meg tudjuk újítani, rendőrségi épület, az orvosi
rendelő külső megújítása, az még vissza van egyébként annak a belső felújítása. A művelési házzal egy 52 millió forintos támogatást nyertünk. Kívülről nem látszik esetleg, aki nem ismeri ezt az épületet, az kívülről nem gondolja, hogy bent milyen körülmények vannak, és hogy milyen élet folyik itt. Mert azért, mint említettem, mint Balatonszentgyörgy mindig is híres volt a nyüzsgő kulturális életéről, ami nem csak itt van ebben az épületben, hanem hát végül is olyan értelemben, hogy itt szervezik végül is a külföldi sítáborokat, egyéb ilyen dolgokat. És itt meg is említeném azt, hogy a testvértelepesség kapcsolataink keretében, Erdélyben vannak testvértelepülésünk, Sepsiszentgyörgy, és Szlovákiában Nagy Ida, az 35 éves kapcsolatunk van. És ez ővel, a kapcsolat, ez rendszeres? Ez teljesen élő kapcsolat, a Nagy Idával azt lehet mondani, hogy napi szinten. Minden jelentősebb eseményen részt veszünk, mi Nagy Idán, Nagy Idaiak Balatonszentgyörgyön, de már családok is tartják a kapcsolatot. 35 év alatt nagyon sok ember megfordult Balatonszentgyörgyről, Nagy Idán, illetve Nagy Idáról Balatonszentgyörgyön. Ugyanez elmondható Sepsiszentgyörgyről, bár ez egy kicsit távolabb van, de évente egyszer minimum egy-egy delegáció cserére sor kerül. Általában a Sepsiszentgyörgyi napokra megyünk mi Balatonszentgyörgyről, ami Erdélyben a legnagyobb kulturális esemény. Egy hétig tart, több ezer rendezvényel. Hát szóval ott Erdély szívében, a Székelyföldön ez egy akkora esemény, hogy ezt, aki nem volt ott, az nem tudja fölmérni. Településvezetőként az emberek elvárták öntől, és hát a mindenkori településvezetőtől is, hogy nagyon megfontoltan, nagyon átgondoltan alakítsa ki a kapcsolatait. Értendő ez úgy, ahogy beszéltünk óvodáról, iskoláról, vállalkozókról, bárkiről. Milyen volt a kapcsolat az egyházzal? Hát egy szóval példamutató. Példamutató, tehát én mindenkinek ilyen kívánok, hogy ilyen kapcsolatot tudja lenni az egyház vezetőivel, hisz itt ki is maradt az előbb itt a felsorolásból, az egyházzal közösen azért oldottuk meg feladatokat, egyházi feladatokat is. Egyrészt közösen újítottuk fel a parókiát először, komoly önkormányzati segítséggel, és ezen kívül egy 20 millió forintos pályázatot nyertünk a templom felújítására, amit az egyház községnek a felújítása volt, de teljes bonyolítását az önkormányzat magára vállalta, tehát nem csak a kultúrház, az iskola, óvoda, hanem a templom is itt ebben a sorban, itt az intézményeink vannak, nagyon szépen, kívülbelül szépen megújult. Tehát az Esperesúrral mi egyébként is különös jó barátságban vagyunk, de meg mindenben meg tudtunk egyezni. Tehát nem volt 20 év alatt egy szóváltás köztünk, tehát csak azt mondom, tényleg példamutató volt a kapcsolatunk. Környező településekkel, akik közigazgatásilag nem Szentgyörgyhöz tartoznak? Hát Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő van itt a környé, Balatonberény. Hát Berény az, hát Berény meg Balatonszentgyörgy, annak ellenére, hogy örök rivális a két település egymásnak, de azért mi együtt dolgozunk, tehát egymásra vagyunk utalva. A Keresztúr a Balatonmáriával szintén jó a kapcsolatunk, tehát nem tudok semmi jól mondani, hogy tehát segítjük egymást, de ugyanígy vagyunk a járási székhelye Marcival is. A Marci polgármester úr is nagy segítséggel volt állandóan nekünk. Nagyon jó vezető Marcaliban is, már ő is már nem is tudom hány ciklust, hat vagy hetedik ciklust csinálja. Nyilvánvalóan ez meg az van, hogy jól dolgozik, és hát segítette a Balatonszentgyörgyi dolgot is megvalósítani. Az a sok-sok fejlődés, az a sok-sok fejlesztés, amit mi most elmondtunk, persze az idő haladtával tudott megvalósulni. A negyedik ciklus után még mindig azt mondta, hogy még mindig vannak céljaim, és még mindig vannak elképzeléseim. Mi volt az, ami indította tovább? Egyetlen egy dolog miatt váltam az ötödik ciklust, mert ott úgy éreztem már, hogy lehet, hogy már váltani kellene, mert azért nem ártana új szemléletet is a faluba esetleg bevezetni. Egyetlen egy motiváció volt, hogy még nem tudtuk átadni az iskola és az óvoda felújítást. Ugye októberben volt a választás, és akkor még nem tudtuk, mikor lesz átadva. Azt végig csináltuk mi azzal a projektmenedzser csapattal, aki ebben részt vett, és hát szeretné volna befejezni, tehát úgy átadni a következő generációnak, hogy
mégis nem büszké vagyunk rá, és hát azért, ha mi dolgozunk rajta, akkor mi is adjuk át az egészet. Ez volt, és nyilvánvaló, hogy ezen kívül még itt továbbra is voltak itt azért Batthyánpusztán is voltak adósságaink, még végül is ilyen, hogy buszmegállót kellett építeni, és hát szóval minden olyan dolog, ami folyamatban volt egészségügyi területen, például megemlíteném, hogy a Szociális Bizottság elnöke egyébként védőnő rendszeresen szervezte a szűrővizsgálatokat Kaposvárra is, de volt, amikor Marceli kórházal évegen keresztül kapcsolatunk volt, hogy volt olyan év, hogy 200 nőt vittünk el szűrővizsgálatra Marceliba saját kocsinkkal, úgy értem a saját mikrobuszunkkal, és igyekeztünk, tehát a megelőzés érdekében sokat tenni. Minden évben Kaposvárra is két busz, az idén például három busszal vittünk az asszonyokat, tehát úgy érzem, hogy ez is olyan gondoskodás, ami sok embernek esetleg az életét mentette meg. A beszélgetésünk elején azt mondta, hogy hát gyakorlatilag ugye a vállalkozás iparüzési ordóból volt a településnek forrása. Hogy tudták a vállalkozókat támogatni? Hát a vállalkozók nem a maximális iparüzési adót vontuk be. Hát tulajdonképpen nagyobb vállalkozás itt a téglagyár van, Balatonszentgyörgyön akkor a termelőszövetkezet. Hát, hogyan mondjam, tehát úgy különösképpen nagy támogatást nem tudunk megint nyújtani. Kisvállalkozók? A kisvállalkozóknak hát, az sok van Szentgyörgyön, 50-60 is, talán több is. Hát nem sanyolhatjuk őket, szóval nem, amennyit tudtak, fizettek, támogattak egyébként rendezvényeinket is általában, jól megvoltunk végig is, tehát hogy különösképpen nagy segítséget azért nem tudtunk biztosítani számukra. Emlékszik-e arra, hogy a 20 év alatt melyik időszak volt a legkritikusabb, amikor nagy volt a munkanélküliség itt a településen? Hát most ugye közmunka folytán ez egy kicsit javult, talán két ciklusra ezelőtt, a harmadik ciklusban volt, amikor szüntek még Balatonszentgyörgyön a munkahelyek, egyre több munkahely megszűnt, és ugye közmunka nem volt akkor még, és az embereket akkor hát segélyezni kellett, más munkanélkül segélyen voltak. Ez a közmunka valamilyen szinten én jónak tartom, nyilván jobb lenne, hogyha a piac szívná fel ezt a munkaerőt, de bízunk benne, hogy azért majd Balatonszentgyörgy éppen a központi fekvésénél fogva majd lesz lehetőség arra, hogy valamilyen nagyobb cég ide települ. Vannak is rá egyébként némi remények a közeljövőben, de a három ciklus ezelőtt, akkor, vagy a harmadik ciklusban ott komoly gondol volt a munkanélküliséggel. Természetesen nem csak szép dolgok voltak, és nem csak fejlődés volt, hanem feltételezem én gyakran találkozott elkeseredett emberekkel. Mit lehetett ilyenkor mondani, akiknek nem volt munkájuk? Ahogy ugye beszéltünk itt a szociális rászorultsági alapon való segítségre, tehát ez felerősödhetett családokban. Most itt vagyunk az ünnepek előtti időszakban. Gondolom, hogy ez a mai napig ugyanilyen érzéseket vált ki az emberből. Hát egy biztos, hogy a szegény emberekről kell figyelni. Tehát aki ezt nem veszi tudomásul, az nagyon rossz úton jár, mert ahol egy pár cipőnek a megvétele, vagy netán a hónap vége felé az étkezésnek a biztosítása, akár a gyerekek részére, akár a felnőttek részére, aki nem tudja, hogy mit jelent az nagy problémát okoz. Én úgy gondolom, hogy napjainkban az egyik legnagyobb probléma a szegénység. Ezt ki kell így jelenteni, és hála Isten a Szociális Bizottságunk most is, mint a korábbi években is, nagyon odafigyel ezekre az emberekre. Most is karácsony előtt is lesz is támogatás, tűzifa támogatás, egyéb más dologban, tehát mindenképpen egy bizottság ezzel foglalkozik, hogy ezeket az embereket segítse. Azt mondta ön, hogy több utca nyílt, hiszen ez volt az első feladat, hogy telkeket kellett parcellázni. Nyilvánvaló, hogy a beköltözők létszáma is jelentősen nőtt. Előregedő település Balatonszentgyörgy, vagy pedig megújuló? Hát azért, hogy általában fiatalok költöznek be. Fiatalok költöznek a környező településekről. Egyébként az elmúlt 20 évben 120 ház épült itt Balatonszentgyörgyön. Ezért van az, hogy nem csökkent a lakosság létszáma.
nem elöregedő település, mert akik beköltöznek, által fiatalok, és nem csak építkeznek itt, hanem az sajnos, akik meghalnak idős emberek, azoknak a házét is beköltöző külvidéki fiatalok vásárolják meg. Egri utcában rengetegen költöztek már be egyébként a meglévő házakba. Nem mondhatom elöregedő, sok fiatal van a Szentgyörgyön. Elégedett a 20 évével? Hát vannak még megoldandó feladatok. Elég sok mindent megoldottunk, de azért hagytam bőven az udadomnak is, hogy legyen mit csinálni. Hát kettő dolgot emelnék ki, amit szerettem volna még megcsinálni, de hát nem sikerült. Végül is nincs még lejátszva a 76-os elkerülő út, ami már 100-szor be volt ígérve, és meg is fog épülni, biztos vagyok benne, mert ebben az évben lejárt a műszaki, illetve az építési engedélye, de ez most meg lett újítva, tehát teljesen kész építési engedélye van. 2006-ra ígérték az elkezdését, bár hozzátette a minisztérium képviselője, hogyha forrás lesz rá. De meg fog épülni ez a biztos vagyok benne, ezért is mi nagyon sokat dolgoztunk, sajnos ebben 20 évben nem fér bele. A másik, ami szintén egy égető probléma, amit nem tudtunk orvosolni, illetve még kettő jobban mondva. Az egyik az egészségügyi intézményeknek a teljes belső felújítása. Egyszerűen nincsenek ilyen pályázatok írva. Az idén volt írva egy pályázat, meg is pályáztuk, forráshiány miatt elutasították. Ez Balaton-Szentgyörgyön nagyon égető probléma. Ez mindenképpen az új vezetésnek az egyik legnagyobb feladata kell, hogy legyen, hogy erre forrás szerezni valamilyen szinten. És a harmadik, amit mondtam, hogy a belterületi utaknak a felújítására sincs pályázati pénz. Évtizedek óta, tehát erre nem tudunk pénzt szerezni. A főutakra igen, de a belterületi utakra nem lehet. Elég rossz állapotban vannak az útjaink, járdáink. Bízunk benne, hogy majd erre is lesznek majd uniós pályázatok, és akkor komfortosan tudjuk tenni településünket. És még mindig egy kérdés, 20 év. Mennyire nyomta rá a család életére a bélyegét az, hogy egy települést igazgatott, vezetett, napi szinten energiában, munkában lényegesen többet jelentett, mintha dolgozott volna egy olyan munkahelyen, ami reggel 7:30-tól 16:30-ig tart? Hát igyekeztem a családot megkívánni ettől a munkától. Én nem vittem az a munkát magyarul mondva otthon, nem ezzel szórakoztattam a családot. Hála Isten, olyan helyzetben vagyunk, hogy ugye olyan egy nagy családban vagyunk, hogy a fia mégis ott laknak. Az unokáim néha mondták, hogy papa már többet lehetne itthon, de egyébként igyekeztem ott is helytállni. De nyilvánvaló most így még több lehetőség lesz erre. Ugyan más vette át a település vezetését, de aktívan részt vesz most is a munkában. Nyilvánvaló a kérdésem felesleges, mert segíti a mostani vezetőt, polgármestert. Mit kíván neki? Hát legyen legalább olyan sikeres ez a következő, nem tudom hány ciklus fog végigcsinálni, amit mi megcsináltunk. Ő is benne volt egyébként képviselőként többször is, vagy bizottsági tagként is. Nyilván segíteni fogom, ha igényli, hisz egy koalícióba indultunk a választásokon, tehát az én döntésem volt az, hogy nem indulok, és őt fogom támogatni. Itt azért meg kell jegyezni, mert ez a faluban nem teljesen értették az emberek. Ezt mindenki tudja, hogy én Ős Balos vagyok, Balaton-Szentgyörgyön. Az új polgármester úr pedig egy másik pártnak a szimpatizása, sőt mondanám egyik élharcosa. De mi ezt félretettük, ezt a dolgot, és a testületi munkában egyáltalán nem fogunk mi párt témával foglalkozni. Én soha nem leszek fideszes, és sose lesz baloldali, de ettől függetlenül mi a falu érdekében együtt tudunk dolgozni. Több idő jut pihenésre? Igen. Igen. Az aktív időszakhoz és a pihenő időszakhoz is kívánok további jó egészséget. Köszönöm, hogy beszélgethettünk egy jót. Köszönöm szépen.